majd azt ad tovább Attila, és jó. Akkor... A paksi polgármesteri hivatalban épp egyeztetnek a szakemberek. A közműszolgáltatók, a kivitelező, az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr és a hivatal érintett szakemberei tartottak tanácskozást a munkaterület átadása előtt. Pakson 4 utcában kezdik meg a közterület felújítását. A Táncsics köz, a Nyárfa utca 6-os út felüli vége, a Bocskai utcának és az Alkotmány utcának egy-egy szakasza kap új burkolatot. A munkák műszaki tartalma tulajdonképpen a burkolat, az aszfaltburkolat, illetve betonburkolat felújítása aszfaltburkolattal, és a hozzá kapcsolódó járulékos munkák, aknafedlapok cseréje, szintbeemelése, tehát szegélycserék, tehát ilyen útépítési munkákat tartalmaz ez a beruházás. A napokban meg is kezdődtek a kivitelezési munkák, melyek november 30-áig be is fejeződnek, és melyet az önkormányzat saját költségvetéséből valósít meg, mintegy 96 millió forintból. A közeljövőben több nagyforgalmi út kap még új burkolatot Pakson.